Lokale Produkte, köstliche Speisen und Getränke erwarteten die Einwohner von Mohács am Samstag auf dem Deák-Platz. Der Handwerksmarkt begann am Oktoberfest-Familiennachmittag mit einem Auftritt der Akkordeonband, die sich aus Schülern aus Nimes und Mohács rekrutierte. Das Akkordeonorchester aus Nimes wurde aus Studenten gebildet, die bereits die örtliche Musikschule unter der Leitung von Erwin Umstetter abgeschlossen hatten. Ez a harmadik együttes most két zeneiskola növendékeiből fog összeállni, a Himesházi Általános Iskola és a mi iskolának a növendékeiből, és a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből fog összeállni. Ez egy ilyen alkalmi produkció lesz most, de lehet, hogy a jövőben még több hasonlóra is sor kerül majd. Hál' Istennek én nem panaszkodom, elég népszerű, sokan jelentkeznek, sokan vagyunk, és ugye itt a környékben azért ez egy meghatározó hangszer, mint tánccsoportok kísérésében, mint ének együttesek, kórusok kísérésében, és hát elég népszerű hangszer a nemzetiségi zenében. A mai napra teljesen németes, svábos műsorra készültünk, hiszen ez egy Oktoberfest, és mi itt a helyi németséget, a környékbeli németséget fogjuk képviselni. Mi többnyire svábok is vagyunk, úgyhogy mindannyian játsszuk a sváb népzenét, ez mellett játszunk mást is a zenekarral, de most itt erre kaptunk felkérést, és most ezt fogjuk teljesíteni, úgyhogy nekünk ez belepasszol a mi repertoárunkba ez a műsor. Zenger Hanna V. Balogh stieß vor drei Jahren zur Band, das Repertoire will also breiter, sie spielen auch viel Musik. Die Hauptrichtung, die Musik der Deutschen in Ungarn vorzustellen und weiterzugeben, will die Band jedoch beibehalten. Igazából körülbelül 5 éves korom óta éneklek. A faluban kértek fel először kislánykorban, hogy menjek el velük énekelni, és így onnantól a Milich Anikóékkal járok fellépni, és akkor innen hát hallották, hogy tudok énekelni, és akkor így hívtak többen. A közösség nagyon jó. Azt hiszem, hát amikor megalakult a zenekar, akkor Erwinbe egyből hívott, és akkor persze igen, mondtam, és igazából szeretek itt énekelni velük. A falunk is német nemzetiségű, ezért sok ilyen sváb rendezvényen veszünk részt, tehát több versmondó versenyen is, meg énekversenyen is voltam, ami ilyen német volt. Die Vermittlung der deutschen Landessprache ist ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit der Grundschule und AMI aus Nimes. Begabten Schüler werden auf deutschen Wettbewerbe vorbereitet und haben die Möglichkeit, deutsche Volkstänze zu lernen, auszuführen und sich darin zu messen. Akkordeonschüler nehmen auch am nationalen Wettbewerben teil. A harmonika zenekar kezdete óta ott vagyok a zenekarba. Harmonikázni meg hát onnan jött, ugye apám is harmonikázik, így nyilván egyértelmű volt, és korom óta játszok harmonikán, szeretem is nagyon, és azóta is csinálom. Elég közel áll hozzám, sokat gyakorlok is nagyon otthon, nagyon sok svábot játszok az iskolámtól is, és így hát nagyon szeretem nagyon sváb zenét. Komolyabb célnak nem mondanám, majd esetleg egy zenekarba szeretnék játszani később, és régebben elértem, szóval régebben sok versenyre jártam, most már ez már annyira eltűnt, de ettől függetlenül még szeretném sokáig csinálni. Elég nehéz elsajátítani, hogy hogyan játszol basszuson, és több szólamba esetleg, de később, hogyha ez már kicsit beivódott a játékodba, akkor ezt már jobban fogod tudni. Das Oktoberfest in Mohács endete mit den Karawankenstraßenfest. Mir denn viel, liebe Schatz, bleib dir treu.